valahogy kiestem, volt egy jó pillanatom ebben a műsorban, és utána annyian bekövettek, hogy nekem az Instagram egy ilyen tök jó lehetőség lett például arra, hogy utána én saját magamat építsem újra, és tehát kaptam egy üres lapot igazából, amit sokan néztek, és ennek nagyon örültem, hogy így az én kezemben volt utána az irányítás. Nem szoktam a külsőségekkel indítani ezt a beszélgetést, de nálad annyira jellegzetes, és valahogy annyira jól, nem tudom, hogy kitaláltad, vagy így lett, vagy hogy alakult, hogy egy ilyen nagyon-nagyon speciális aurát teremtesz magadnak a külsőddel. Mm. Nagy fülbevaló, nyilván a göndörhaj egy adottság, az, hogy egy kicsit ilyen hippin öltözködsz, egy picit ilyen magától értetődő, megérkezel, leveszed a cipődet, te vagy az első, aki mezitlábül itt, szóval, hogy ez az egész összeadva így nyilván nagyon-nagyon sokat tesz hozzá egy előadónál, ahhoz, amit egyébként amúgy csinál. Hogy ebben mennyi munka van, vagy mennyi ötlet, vagy mennyire találtad ezt ki, hogy milyen legyél? Köszönöm. Az a legszebb bók szerintem, amikor így valahogy az aurát hozzá kapcsolják a szépséghez. Úgyhogy ezt köszönöm. Nem volt ez ilyen tudatos, igazából annyira karakteres az arcom, mindig is ettől először szenvedtem, tehát azért voltak olyan évek, amikor ettől szenvedtem, hogy egy idő után úgy vettem észre, hogy egy-egy dolog áll jól, de az nagyon. És akkor nem törekedtem arra, hogy ez így a védjegyem legyen például a sok bizsú, de hogy azt kezdtem el észrevenni, hogy tök jól áll az ékszer, kiemel, és hogy akkor ez így, nem tudom, ebben érzem jól magam. Néha le se veszem alvásnál, annyira szeretek ebbe így felkelni. Tudsz minden aludni? Igen, néha leveszem, mármint sokszor leveszem, de hogy van olyan, amikor kifejezetten rosszul érzem magam, sok ékszer van rajtam, és azt szeretném, hogy ékszerekkel keljek fel, mert akkor érzem majd jól magam. Tehát így látom, hogy dob rajtam, és így ragaszkodok egy-egy dologhoz, ami kiemel, és hozzátesz hozzám. Milyen voltál 2019-ben, amikor kezdtél, amikor az X-faktorba kerültél? Kislány, és nagyon naív. Nem, akkor azt hittem egyébként, hogy már én nagyon kész vagyok. Igen? És készen állok egy műsorra, készen állok, mint lány, mint nő. Hány éves voltál? 19. Uh-huh. 20 lettem. Igen. Azért ez a 4 év, így most lettem 24, azért az sok idő. És biztos vagyok benne, hogy nevetni fogok majd 4 év múlva, hogy most azt mondom, hogy most már talán kész vagyok. De most úgy érzed, hogy... Nem, de hogy azért látom most ebben a 4 évben, hogy mennyit fejlődtem, és fura azt látni, hogy most így azt érzem, hogy megérkeztem, elfogadtam magam, és... Járok egy útnak az elején vagyok, vagy közepén a karrierem kapcsán is, és hogy ez 4 év múlva megint fura lesz azt mondani, hogy olyan kislány voltam 4 évvel ezelőtt, tehát tudom, hogy ez lesz ez a pont, amikor majd erre így rájövök, de 4 évvel ezelőtt tényleg nagyon naívan álltam mindenhez, magamhoz is. Boldog voltam, mert döntöttem egy olyan, kikerültem a gimiből, lett egy párkapcsolatom, szép volt a hangom, írni szerettem volna, de úgy semmit nem tudtam a világról, hogy ennek mi lesz a menete. Egy dalom se volt. Tehát valahogy egy ilyen jó kapaszkodó pontnak találtam az X-faktort, és akkor elkezdődött valami, amiből nem az lett egyébként, amire én számítottam, de sokkal jobban jártam. Mert ez mit jelent? Én azt hittem, hogy azt tudtam, hogy az X-faktor nekem egy ilyen kiinduló pont lesz, és valahol majd megáll ez a történet, és nem tudom, sorra jönnek majd a fellépések, és mindenki emlékezni fog rám, még ha ki is esek a, nem tudom, középdöntőben. És nem, valahogy kiestem, volt egy jó pillanatom ebben a műsorban, és utána annyian bekövettek, hogy nekem az Instagram egy ilyen tök jó lehetőség lett például arra, hogy utána én saját magamat építsem újra, és tehát kaptam egy üres lapot igazából, amit sokan néztek, és ennek nagyon örültem, hogy így az én kezemben volt utána az irányítás. Nem nagy a kísértés, hogy
Ahogy te is mondtad, tök jól tudod magad a felületeken kommunikálni, megmutatni azt, hogy amit én is mondtam az elején, hogy nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon klassz, ahogy öltözködsz, ahogy a hajat hordod, hogy a sok ékszert, de az egészet, ahogy kitaláltad. És nyilván ennek azért van egy követő tábora, mert hogy az ilyen tartalmakat imádjuk mi csajok nézegetni. De hogy azért annak van egy veszélye, nem, hogy így elvonja a fókuszt arról, ami azért a lényeg. Most arra gondolok, hogy énekelsz, és az, hogy dalokat írjál, az, hogy azt mutasd meg, amit egyébként akarsz. Ezen sokat gondolkodom, hogy mi a lényeg, mert amikor... Tehát mitől leszel inkább influencer egy ponton abszolút túl, és nem énekesnő? Nagyon nem is az, hogy vékony a jég, csak hogy ilyen olyan fura, amikor elkezdtem egyre több posztot kirakni, köztük reklámot, akkor sok komment érkezett, hogy miért nem énekelsz inkább. És akkor így, ú, igen, tényleg, én énekes vagyok, és énekelnem kell. Oké, akkor szereztem dalokat, kijött az első albumom, csináltam a kis izémet, kiraktam, és volt rajta, hát nagyon, nagyon kevés elérés volt az egészen, és ami komment jött, az vagy az volt, hogy persze, tök jó, amit csinálok, de miért énekelsz? Tudod, ez a senkinek sem tudsz megfelelni, meg én sem tudtam eldönteni sokáig, hogy miért kapom azt egy sima posztomnál azt, hogy miért nem vagyok énekes, hogy miért nem énekel, aha, és egy énekesnél, vagy egy énekesi videónál, meg miért kapom azt, hogy mást kér az ember. Tehát, hogy valahogy nem tudtam soha megfelelni, és iszonyatosan sokszor érzem azt, hogy így nagyon vékony a jég a kettő között. Tehát, hogy itthon nagyon nehéz női előadóként lenni. Erről akarok veled beszélni, ja, mert azért ez a topik, ez most már így hetek, hónapok óta ugye lázban tart mindenkit, és ezzel nagyon sokat foglalkozik mindenki. Nyilván van egy zenei tanács, amiben csak és kizárólag középkorú férfiak vannak, ugye nagyon aggódik is mindenki, hogy vajon ki fog kávét főzni, de hogy azért az egész, megnézzünk egy fellépő listát bármelyik fesztiválon, akkor tényleg az van, hogy így nagyítóval keresem a csajokat, a szingli női előadókat, egy-egy olyan nagy névtől eltekintve, mint mondjuk a Ruzsa Magdi, alig találok, az, hogy berobbanjon valaki, befusson, csináljon egy teltházas aréna koncertet, azt meg egyszerűen nem is látom. És egyszerűen nem tudom eldönteni azt, hogy mi az, amin ez múlik. Tök jó hangú csajok vannak, tök szexi, szupermenő csajok vannak. Olyan csajok, akik egyébként bármire képesek, mindig a Tóth Andén, én nagyon-nagyon bírom őt is, és nagyon sokra tartom. És hogy valahogy mégsem történik meg. Azért, mert nem kaptok a férfiaktól támogatást, nem kaptok helyet, nem... Tehát mi az, ami szerinted ez a közönség? Közönség. De mi? Hát a női előadókat a világon mindenhol szeretik. Nekem a kocsimba szinte csak női előadó szól. Tehát én Miley Cyruson élek. Nem, próbálom én is megfejteni, és valahogy azt érzem, hogy a lányok. Szóval úgy gondolom, vagy úgy veszem észre, hogy a lányok jobban rajonganak, vagy jobban ki tudják fejezni azt, hogy rajonganak egy férfi előadóért. De ez a férfinak szól, a daloknak szól, jobb dalokat írnak nekik, vagy maguknak. Tehát, hogy most nekem tényleg így, aki eszembe jut, és azonnal Beyoncé, Shakira, Miley Cyrus. Tehát, hogy azért eközben meg nem kell feltétlenül az a rajongás, amit mondjuk, nem tudom, egy férfiért szoktak a nők esetleg átélni. Elég, hogyha meghallgatnak titeket, vagy elég, hogyha elmennek és leülnek egy koncertre, és azt mondják, hogy úristen, milyen tök jó az egésznek a levegője, jó hangja van. Igen. Én soha, az a baj, hogy én azért nem szoktam ezzel annyit kattogni, mert valahogy annyit kapok attól a tábortól, akik engem hallgatnak, olyan sok beszélgetésem van egyesével személyenként, tudom a rajongóimat, hogy annyira feltölt, hogy igazából nekem elég az a 100-200 ember, akik ott vannak, és utána tudunk egymással beszélgetni, hogy én nem vágyom arra, hogy engem még többen hallgassanak. Néha ez előjön persze, hogy amikor egy klipbe beletolsz pénzt, az nem jön vissza, de így alapjáraton nagyon sokat kapok a rajongóimtól, és ezért valahogy így az van bennem, hogy lehet, hogy ennek csak ennek a pár száz embernek kell meghallania a gondolataimat.
A fellépések, azért a kis fesztiválok, a klubok, azért ez egy nagyon-nagyon szexi közeg. Tehát, hogy azt szerintem nem tudom, milyen lehet, de annak is biztos, hogy meg lehet a maga értelemben fantasztikus élménye, hogy mondjuk egy klubban énekelsz, és nem kell feltétlenül az arénában. Igen, megvan a mélysége, meg a szexisége, meg így valahogy én ahhoz szoktam hozzá, hogy a négy fal között éneklek anyukámnál a panelban. És van egy ilyen komfortérzésem, amikor egy ilyen kicsi színpadon vagyok. Tehát én szerintem annyira megijednék egy Budapest Parktól, vagy egy, nem tudom, tehát nem tudom, hogy én erre képes lennék egyetem. Pedig volt a Budapest Parkban lehetőségem egy pár számomat elénekelni. Borzasztóan jó volt, csak annyira messze voltak az emberek, hogy kicsinek éreztem magamat ahhoz, hogy itt valami nagy történjen. A másik az, hogy azt veszem észre, hogy valahogy, főleg itt Magyarországon annyira várnak valami nagy show-ra az emberek. Tehát, hogy minthogyha ilyen ingyen cirkusz kéne adnom a népnek, tudod. Vagy hogy azt érzem, hogy nem elég az az őszinte, mesztelen érzés, hanem így valamit muszáj lángokba boruljon a háttér, vagy a színpad, ami így hozzá. Tehát a kis petárda tűzi játék, meg igen. Lett fal? Igen, igen. Vagy egy toj-toj WC a színpad közepén. Tök jó, csak hogy így azt érzem, hogy így hol van a lényeg. És nyilván aztán az atmoszféra, meg a hang, meg a látvány így összeadódik, de hogy miért nincs olyan előadó, aki csak kiáll a színpadra teljesen önmaga, minden látvány nélkül, és meghalnak érte. Hogy miért kell mindig a show az embereknek? Azt nézzük, hogy ezért, ugye te azt mondtad, hogy sok esetben sokkal nagyobb az elérésed mondjuk az Instagramon egy olyan poszttal, ahol mondjuk a ruhádat mutatod meg, vagy a hajadat mutatod meg, mint mondjuk egy lemezzel. Igen. De azért a kettőt jól lehet csatolni egymáshoz. Szóval, hogyha mondjuk így megnézed azt, hogy Dua Lipa mennyire klassz dalokat énekel, meg klasszul, meg tök jól előadja, de hogy eközben meg így egy félvilág nézi azt, hogy miben van, meg hogy van, vagy mint Jennifer Lopez, szépen kialakítják a saját kis világukat, a saját stílusukat, és akkor gyakorlatilag egy kicsit influencerek, vagy influencerek, de közben persze énekelnek, szóval, hogy a modelleknél is nem azok a modellek, a top modellek dolgoznak most már legtöbbet, akik egyébként a legszebbek, hanem akiknek mondjuk a legnagyobb elérésük az Insta oldaluk. A Jenner, a nem tudom, igen, a Hadid lányok, szóval, hogy nekem egy örök rejtély, hogy vajon ők önmaguktól ilyenek, vagy áll egy ilyen nagyon nagy stáb az egész mögött, akik így nyomják az egészet, hogy figyelj, ezt hogy rakjuk össze ezzel, a zenédet hogy rakjuk össze ezzel a videóval, vagy nem tudom, hogy így én is nagyon sokat gondolkodok azon, hogy itthon ez miért nem megy annyira, főleg egy női előadónál, akinél mondjuk a szépsége is ott van, meg a talentuma, hogy ezt miért nem lehet összegyúrni, és nálam is ez egy tökre nagy kérdés, hogy én sem teszek szerintem néha túl sok effortot, vagy néha annyira, pedig amúgy én szoktam így külsőként nézni magamat, az egész életemet, mindenemet így együtt, de valahogy én is néha hiányolom azt, hogy miért nem jön egy olyan ihletvég gondolat, ami miatt a kettő ez így ugyanaz, egy és ugyanaz lesz. Nem tudom. Na jó, ez érdekes, erről akarok veled beszélgetni, de közben megkérlek, hogy pakolj ki. Mi az? Csak így. Miért nézed ilyen szomorúan ezt a kis szütyőkét? Nem, csak arra gondoltam, hogy hát itt nem lesz semmi nagy extra. De nem azért hívtalak, hogy Met Gála sminket csináljon, hogy beszélgessünk, és közben lássam, milyen, amikor belenézel a tükörbe, és mi az, amit mondjuk, mik azok a mozdulatok, amiket otthon te látsz a tükör előtt, amikor sminkelsz. Minden pakoljak ki? Hát, amit használni fogsz. Oké. Okay. Van egy BB krém rajtam egyébként. Igen. És ezt azért nem hoztam el, mert, és ezzel le is írom magamat, mert a BB krémet így szétvágtam már, annyira nincs benne, és az utolsó keneteket raktam fel az arcomra, úgyhogy ez azért nincs itt. Úgyhogy BB krém. Ez milyen BB krém? Max Faktoros. Valamilyen nagyon szeretem a Max Faktornak a termékeit, és az már évek óta használom, úgyhogy pont így erre a... Valahogy a bőrömnek a színe az inkább ilyen barna, de azért ilyen kreol, de ilyen sárgás. Gyönyörű színű. Köszönöm szépen. Most ez szerintem Dominika miatt is van, bár kicsit szégyeltem magam, hogy egy hónap, több mint egy hónap után csak ennyi színnel jövök. Nem, nagyon. Ez a karamell, ez a legszebb. Köszönöm. Egyébként a
Te rajongóidnak például van igénye olyan típusú tartalmakra tőled, hogy sminkeld ki magad, mutasd meg, hogy milyen sminkeket használsz, mit kensz a hajadra ahhoz, hogy szépen göndörödjön, mivel mosod le, tehát hogy ez egy van. Igény? Igen, csak valahogy így néha azt érzem, hogy erről úgy minek beszélni, vagy nagyon sok kérdés van bennem is, hogy igazából miért csinálom ezt az egészet, vagy hogy az Instagramon mik azok a témák, amiket egyáltalán érdemes, meg kéne, hogy feszegessek. És valahogy néha azt érzem, hogy... Hát igen, csak ennek találkozni kell a közönséged igényével. Tehát, igen. Hogyha ők azt akarják tudni, hogy... Ők mindent megkérdeznek, és ezt szeretem, hogy arra is kíváncsi rengeteg ember, hogy mi ez a pár termék, amit használok, meg arra is, hogy valaki csak úgy rám ír, hogy hogy vagyok, és annyira aranyos kérdés. Tehát, hogy ők szerintem, akik engem tényleg követnek, és van olyan, akik évek óta, tehát amikor egyáltalán nem volt követőm, akkor is követtek. Ezek az emberek így, akik régóta követnek, érdeklődnek mindig folyamatosan, és tök jó kialakítani egy ilyen közeget. Csajok nagy részt? Igen, amúgy igen, csajok, de nagyon érdekes, hogy a homoszexuális kisfiúk, igen, ők 15-16 tinédzser, akik így folyamatosan írnak, és tudom, hogy melegek, folyamatosan rám írnak, és drukkolnak nekem is, egy ilyen példaképként tekintenek rám, és ez nagyon jól esik. De ez azért van, mert nem tudom, én erről lemaradtam, de mondjuk megszólalsz olyan ügyekben, ami mondjuk érinti őket, vagy ilyen esélyegyenlőségi témákban, vagy lehet tudni, hogy érdemes hozzád fordulni, vagy te támogató vagy, esetleg ilyen kisebbségi esetek. A támogatásomat szerintem érzik, de tulajdonképpen soha nem fejeztem ezt ki. És ez nekem volt így nagyon fura látni, hogy ha fiú dicsér, az mindig... És főleg, hogyha 16 éves korában, vagy 18, de tinédzser fiú, akkor az általában, akitől a bókot kapom, az egy meleg fiú. És nagyon jól esik. Nagyon. Beszélgetsz a követő, tehát válaszolsz, hogyha valaki elakad valami nehézséggel, akkor... Általában igen. Igen. Hagylak közben, így nem tudom, mit fogsz csinálni. Hát én sem. Tehát akkor rajtam van ez a BB-krém. És akkor nálam az szokott történni, hogy... A bronzert én nagyon szeretem, ez a következő lépés. Ja, bocsánat, nem, korrektor. Ez egy Yves Saint Laurent korrektor, a márkától kaptam egyébként, soha nem vettem volna meg, mármint nem áldozok sajnos ennyi pénzt a smink termékekre. Inkább akkor... Fested magad egyébként? Tehát, hogy igen, amikor elmész otthonról reggel, akkor ezt azért így felrakod? Igen, ez a hétköznapi sminkem és a glamour gálás sminkem is egyben. Tehát, hogy én egy sminket tudok csinálni, igen. Ez van a gálán, és ez igen. Van a kutyasétáltatáshoz is. Igen. Például ilyen palettáim vannak, gyönyörűek, nagyon szépek, nagyon-nagyon szépek, és nagyon. De hogy én nem érzem a színeket így magamon jól, meg nem tudom felkenni a színeket. De kellenek egyáltalán neked? Nem. Tehát nem is áll jól. Úgy érzem, hogy nem áll jól. Mint ahogy például a szempillaspirállal is úgy vagyok vele, hogy nem feltétlenül áll jól. Tehát Te vagy az első a Földön, aki ezt mondja. Én már találkoztam egyszer egy lányjal, aki megértette ezt a gondolatot, hogy a tusvonal valahogy annyira szépen mandulásítja a szememet, aha, hogy a szempillaspirál inkább még kerekíti, vagy ilyen kicsit ilyen gömbszemet csinál nekem, ami nem annyira jól. De mutasd meg nekem azt a tust, hogy ez milyen alakú. Jó, tehát ebből egy nagyon picit ide szoktam kenni, és akkor ezzel a tojással szoktam egyébként a BB krémet elkenni, mint láthatjátok, hogy kicsit maszad. És ezt inkább már csak így a ujjaimmal. Hát igen, most valamit oda kentem. Nehéz egyébként nemet mondani, vagy egyetem mondasz nemet megkeresésekre, olyanokra, amiktől, hogyha mondjuk sokat elvállalnál, akkor akár elfedné azt, amivel valójában foglalkozol? Bármilyen téren? Igen, nagyon sok megkeresést utasítok vissza. Igen? De mi az, ami... És például hogyan szelektál? Mi az a sport? Hát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen porok, amiktől így nagyobbak leszünk, vagy milyen ilyen protein. Igen. Tehát ilyen, ami a sporttal függ össze, azt így általában visszautasítom, mert nem hiteles, amit... Aha. Tehát nem sportolok. Mondd egy ilyen fehér és csaj, egy ilyen gyúrós alkat. Nem csak hogy így azért, ha úgy alakítanám, akkor egyébként beleférne. Tehát úgy
csinálhatnék úgy, hogy most kezdtem el sportolni, és akár de jó. Akár csinálhatnál. Igen. Van, aki úgy csinál. Igen, de nem. Valahogy azt érzem, hogy akik eddig megkerestek, az nem fért bele nekem. Sminkből szerintem nem volt ilyen, mert mindig olyanok kerestek meg, akár egy BB krém, vagy egy ilyen tök jó fedésű alapozó, amilyen vizes bázisú, szóval ezeket így bevállalom. Alapjáraton mindig azt érzem, hogy olyan cégek keresnek meg, akik így valahogy egyezünk. Volt egy-kettő, amire nyilván nem átmondtam, de hogy tök jó megkereséseim vannak. Nagyon, nagyon örülök neki. Az, hogy merre fele tudod a karrieredet folytatni, azt mondtad, hogy az elején vagy. Igen. A karrierednek. Igen. Hogy merre fele mész, vagy mi kell ahhoz, hogy eljuss oda, ezen a tényleg egyébként végtelenül nehéz piacon. Azt tudod, vagy egyáltalán, hogy tényleg mi az, amire azt mondod, hogy tényleg meg vagy, és tényleg oké, és tényleg ezt akartad, és most én kifejezetten csak a zenére gondolok. Én hiszek abban, hogyha így, hogy talán nem is hallgatnak annyian, de így is érdeklem az embereket, akkor talán eljön az a pont, amikor ugyanezzel a nemes egyszerűséggel érdekelni fogok még több embert. Úgyhogy így nem tudom, hogy kell-e, biztos kell egy befutó szám, egy hatalmas robbanás, de mi van akkor, hogyha egyszerűen csak ennek lesz egy szép átmenete, hogy... Nem tudom, és például ezek az együttműködések, ezek a duettek, amik így néha nyilván így megsegítik azt, aki kevesebben hallgatnak, vagy akit kevesebben hallgattak, hogy nem tudom, közös fellépések, vagy akár nem tudom, valamilyen női összefogás. Tehát... Volt ilyen tavaly, a Lábas Viki csinált egy ilyet, és nagyon-nagyon jól sikerült, hogy lányok összeálltunk. Az egy szuper dolog volt, de akkor sem váltottuk meg a világot. Tehát tudtuk jól, hogy ezt magunk miatt csináljuk, nem pedig azért, hogy legyen valami nagyobb dolog ebből. Jó érzés volt úgy lefeküdni, hogy azért ez megvolt. Biztos vagyok benne, többször utasítottam vissza nagyobb előadókat, mert nem tetszett a dal. De az a bajom, hogy hiába szeretem az előadót, és elmondtam neki, hogy amúgy nagyon jó lesne, és nagy segítség lenne, mert őt százezreken hallgatják engem, meg ezer páran, és tökre nagyon nagy segítség lenne, hogyha ez működne, de nem működik, mert nem tetszik a dal, és azt mondta, hogy oké, sajnálja. És úgy később megbántam. Megbántad? Igen, mert miért nem volt bennem annyi, hogy amúgy irányítsam az egész dalt oda, hogy nekem végül az én részem legalább tetszen. Tudod, hogy így nem volt bennem egy akarás, és nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy az ember később azért el tud gondolkodni azon, hogy mit rontott el. Tehát mondtam olyan nemeket, amiket nem kellett volna. Uh-huh. Van olyan, aki mondjuk neked itthon... követendő példa, tehát hogy így jól tudja menedzselni, eladni azt, ami egyébként tényleg jó. Az olyan női előadó, akinek ez valahogy így sikerül. És tudod, mi a durva? Hogy nem női előadót akartam mondani. Ezt biztos voltam benne. Azért javítottam. Kicsit ilyen, olyan, mintha szembe köpném magamat, de egyébként nem. Ki lett volna a férfi előadó? Én Karamellt mondtam volna, hogy ő valahogy tudja. Bocsánat. Tehát ő meg tudja őrizni így a művészi... Igen, hogy ő 20 éve igen. Karamell, és hogy nem csalódott benne még senki. És tudod? Nem költ kompromisszumot. Nem, ő ez. És mégis. És mégis működik. Tehát, hogy nem tudom, hogy jókor volt, jó időben, jó korosztály hallgatja, fogalmam sincs, hogy mi múlik, vagy ennyire önazonos. De nem az van, hogy ráadásul az igazi rajongók, akik így megvesznek az idolukért, a fiatalok? Tehát, hogy ráadásul ugye te is nagyon fiatal vagy. Tehát, hogy pont az ilyen 25 alatti, 10 évei végén járó srácok azok, akik valódi rajongók, és akikből egy ilyen nagyon jó, masszív közönséget lehet... Én azt vettem észre, hogy amikor koncertezek, nézem, hogy kik vannak ott, és nagyon sokszor 30 plusz, 40 pluszos nők is ott vannak, és ez nagyon jól esik. Hogy oké, akkor nem csak egy ilyen értik, hogy nem csak egy fellángolásról írok, vagy hogy értik, hogy nem az a legnagyobb bajom, hogy nem tudom, nagy az orrom, vagy hogy értik a valódi problémáimat, és hogy ezek
30-40 pluszos emberek, akiknek már volt probléma az életükben. És ez nagyon jó. Akkor így megörülök, hogy nem csak a tizenévesek értenek. Ugye Tóth Andi azt mondta, hogy ő most egy kicsit így megköszöni. Mi az, amiért azt mondanád, hogy érdemes, amit, hogyha mondjuk elérsz 3 év múlva, akkor azt mondod, hogy megérte. Azon túl, hogy persze a szemébe nézel azoknak, akik énekelnek, nyilván azért minden előadónak az a célja, hogy minél több ember hallja a dalait, meg értse meg a művészetét. Miközben azt látom, hogy például influencerként ilyen sokkal egyszerűbben működik ez a dolog. Igen. Nem tudom, hogy a csajoknak, azt sem tudom, hogy ez egy gender kérdése, vagy neked, de hogy ott kifejezetten azonnal megtalálod a közönséget. Tök jó nézni a képeidet. Mondom, ez a speciális stílus, amit kialakítottál magadnak, ez tök jó, tök menő, nagyon megismerhető, felismerhető. Igen, valahogy olyan fura, hogy kaptunk egy életet, kaptunk egy tehetséget, tök jó élni azt az életet, és mi mindig azon vagyunk fennakadva, hogy ki hogy néz ki. Tehát, hogy bennem se azt látják, hogy mit akarhat ez a lány mondani ebben a dalban. Tehát egy szövegelemzés. Tehát, hogy én kiskoromban gyűlöltem tanulni. Minden létező tantárgyat gyűlöltem, de amikor szöveget kellett elemezni, vagy verset kellett elemezni, akkor hát éltem, haltam. És hogy tudom, hogy mindenki más hogy van összerakva, csak olyan érdekes, hogy belőlem is nagyon sokan, sőt, inkább azt szeretik, hogy úristen, milyen jó az outfit, vagy igen, miért hord karika fülbevalót, ez annyira, annyira jó. Miért nem azt akarja megérteni, hogy mi van? Meg a hajad, úristen, mitől marad? Miért nem azt akarja megérteni valaki, hogy úristen, ez a refrén, ez miről szólhat? Tehát, olyan... Jó, tudod, ez olyan, hogy a nem tudom, a legmenőbb színészek is a Broadway-en fellépnek, meg nem tudom, milyen filmekben szerepelnek, de azért csak arról írnak a végén, hogy kivel járnak. Igen. Szóval azért ezt nyilván mostában te is megtapasztalod, hogy például a magánéleted az hagylak közben azért csinálni. Gondoltam, még itt nyitogatom ezt, igen. Hogy azért azt nyilván te is megtapasztalod, hogy azt, hogy kivel jársz, ugye most a juniorral jársz, és alkottok egy párt, az sokkal nagyobb sajtó érdeklődésre tart számon, mint az összes dal, amit eddig életedben elnekeltél, de megkockáztatom a junioréval együtt. Tehát, igen. Hogy ez, hogy ti most együtt vagytok, ez most egy ilyen ügy. Igen, de jól fejeztem, hogy ügy. Igen, ez egy hatalmas ügy. Ez miért ügy egyébként? Nem tudjuk. Mi sokszor így azon gondolkodunk, hogy csak azt látják a kívülállók, hogy itt 20 év van. És hogy de a korkülönbség miatt? Nagyon mások vagyunk. Mi egy dal kapcsán találkoztunk. Te egy ilyen alter csaj vagy? Igen, ő meg nem. Ő pedig nagyon nem egy alter de fiú. De ő sose tudott alter lenni. De nem is. De nem volt lehetősége. És ez a durva, hogy ő akart volna? Igen, ő a legnagyobb hipster a világon. Esküszöm. Egyszerűen neki nem hát sok minden mondom, én 25 éve ismerem, de mert ugye még a Zenetévé legelejétől ő már jött hozzám interjú, de sok minden eszembe jut róla, de a hipster az mondjuk nincs az első 5000-ben. De amit csinált 15 évesen, az most csinálják az én barátaim 20 évesen. Tehát, hogy nagyon érdekes, ő csak egyből befutott, és ezen rágódunk mindig, hogy valahol mi nagyon durván hasonlítunk. Kicsit ilyen, mi sem értjük, hogy hol, de valamikor ilyen, néha azt veszem észre egy mozdulatából, vagy nevetéséből, hogy úristen, hogy ezeket én csináltam tinédzserkorom. Néha egy ilyen tininek látom, és nagyon érdekesen hasonlítunk egymásra. Tök jó nézni. És ezt tudom, lehet nem látja sok ember. Jó, fél ránézésre tényleg először így matekozol, hogy tényleg mit csinál Junior, mit csinál a Blanc, egy ilyen alter csaj, aki tényleg ezzel a hatalmas fülbevalóval, mezitláb, mit tudom én, haspólóban, olyan ruhákban, amikről igazából így Woodstockban láttál utoljára, és tök jól néznek ki, meg nem tudom, így tengerparton mászkálnak a csajok, és te simán úgy mész a belváros közepén. Igen. És hogy én se látom egyébként iránézésre a meccset, de nyilván bőven eljük, hogyha ti látjátok, meg tudjátok. Küzdünk az elemekkel, tehát szó nincs arról, hogy mi nem vennénk, hogy nem nevetnénk el egyébként sokszor ezt, hogy nagyon mások vagyunk, vagy hogy így, de közben meg sok mindenben hasonlítunk. Zenéltek együtt otthon? Van alkalom, hogy igen. Azért ez pont együtt
beszéltük, hogy bárcsak annyi lenne az élet, hogy így telik a nap, külön-külön csináljuk, amit csinálunk, hazamegyünk, és akkor így azzal lazítunk, hogy gitározgatunk, és éneklünk, és írunk egy új számot. Sajnos nem most nem ez az életszakasz van. Miért most milyen életszakasz van? Nehéz, külön-külön is vannak elintézendő dolgok, és a minőségi idő az most egyelőre annyi, hogy hazaérünk, vagy ott vagyok, vagy ő átjön, és akkor így egymással tudunk beszélgetni. Vagy hogy most például Dominikán voltunk, akkor így egy hónapig nem tudtuk kikerülni a problémákat. Most az volt, hogy akkor lerakjuk a kapcsolatunk első pár nagyon erős tégláját. Jó, tehát ez jó volt? Nagyon. Igen? Nagyon. Nagyon. És jó volt visszajönni is. Tehát minden olyan... Olyan jó. Vagy hogy mondjam, nehéz és jó. Tehát most értem meg azt, hogy egy párkapcsolatban miket kell levetkőzni, miket kell levetkőztetni, tehát hogy indul egy felnőtt kapcsolat. Tehát nekem voltak kapcsolataim, de hogy nagyon sok mindent most értek meg. És a közös zenélés, bocs, mert ez engem érdekel, ez a közös zenélés dolog, az nem merül így fel? Tehát hogy miért nincs még közös? Ma egyébként pont stúdióban voltam, és Matyi barátommal szoktam zenélni, Dór Mátyással, és a Laci eljött megnézni ma, meg ő is szeretett volna a Matyitól néhány dolgot kérdezni. Úgyhogy ma például volt egy ilyen közös stúdió sessionünk. És milyen volt? Nagyon jó. De ezt többször megéltük egyébként Dominikán is, tehát vett egy gitárt a plázában, és hazavittük, és 0-24 gitároztunk. Tehát a közös dallolászás megvan. Az alkotás az ritkán volt meg. Volt, uh-huh. De ritkán, nem született még belőle, csak az egy dal, amikor találkoztunk. Úgyhogy így fél év alatt nem lehet mindenre kitérni, szerintem lesz időnk erre még. Ő mit mond egyébként? Mert ugye pontosan azért, mert nagyon mások az elérései, tehát hogy ő azért giga kattintást csinál, nagyon sokan hallgatják. Ő mit mond egyébként a munkásságomra? Aha, arról, hogy kéne, hogy... Hát ez így fura kifejezés lesz, nagyon tisztel egyébként minden szempontból, és rajong a kis videóimért, például a TikTokon. A dalaimat egyesével meghallgattam, emlékszem, tartott egy ilyen napot, amikor ő leült és a szövegeimet elemezte, és a szövegeimre mindig azt mondja, hogy annyira jó elemezni. Tehát ő pontosan azt csinálja, amit én csináltam, hogy elemzem más szövegét, meg mondani valóját. Meg amit szeretnél, hogy mások csinálja. Igen, igen, igen. De én úgy beszélgetésben is észreveszem, és a Laci is ilyen, hogy ilyen értő figyelemmel hallgat és beszél. Tehát nem nézel, nem vág közben ilyen. És ez tök jó, mert ő is, amikor az én zenémet hallgatja, akkor ezt így megemészti magában. De ő is azt mondja, hogy itt kell egy olyan külső segítség, és ő nem vállal ezért, nem az, hogy felelősséget, csak nem akar ő lenni az, aki majd megmondja, hiszen tök más bizniszben utazunk, de tök jó az a mainstream vonal, amit egyébként kicsit rám szeretne, nem az, hogy erőltetni semmi, csak tanácsokat ad arról, hogy ezt így is lehetne, és ettől még nem vészel ez, és akkor én azt mondom, hogy igen, talán igazad van. Lehet, hogy pont erre van szükséged. Nagyon, biztos. Engem oldani kell, tehát ahogy... Ugyanúgy, ahogy én nem szeretek este lefeküdni, hogy harag van, úgy ebben is azt érzem, hogy csak valaki mondja meg, hogy ugye ettől nem lesz rossz semmi. Tehát, hogy engem nyugtatni kell, meg egy kicsit nyitni e felé. És ő erre egy nagyon tökéletes személy. Mutatnám a ceruzát, amin lekopott már, hogy ez honnan van, de mi sporti. Mi sporti ceruza? 500 forint és szemöldök ceruza. De nem a szemöldökömre szoktam használni, hanem ezzel csinálom a számat, ami most egyébként letörlöm, mert nagyon rosszul sikerült. Úgyhogy előveszem ezt. Mert tettem szőlőzsírt, ezt egyébként Dominikán vettem egy benzinkúton, és nem jó. Nem jó? Nem. Rájöttem, hogy nem szeretem hidra... Ez kell? Aha, az a két fel... De a micellás is jól lesz, jó, az nem olajos, meg nem zsíros. Igen. Szóval, mit akartam mondani? Hogy... Hopp. Ja, igen. Hogy rájöttem, hogy a ceruzás dolog előtt nem szabad... Olajat. Ajakápolni, hanem ezt így tök szárazon kéne felvinnem, mert akkor tartós. Szóval...
megfogom, nem használok rúst annyira. Nem használok rúst, nagyon ritka. És ezt a kis ceruzát, egyébként nem tudom miért ez pont. Ez barna. Ez barna, ez egy szemöldök ceruza. Ezzel szoktam. Nagy vonalúan kezeled ezt a dolgot. Amúgy most nagyon rossz, na mindegy. Tudtam, hogyha itt fogok sminkelni. De nem, de most nem, de nem akarom, hogy most befeszülj, szóval, nem, hogy nem. Nem, abszolút nem feszülök be, csak nevetek. Szóval. De ne neves, miközben a szádat fested, azt ne csináld. Szóval. És akkor így. Nem megyek ki a vonalból, amúgy szerintem, már lehet most a komment szekció mindjárt megőrül, hogy de. És akkor ezt így szépen eltapogatom, és akkor lesz egy ilyen természetes színe, igen, van egy ilyen nagyobb vonal itt, de hogy így nekem ez tetszik. És akkor viszont erre nem teszel semmit. Nem, már. Ez így ilyen kis, sőt, szeretem egy kicsit maszatos, úristen, batuljunk. Szóval én ez bírom, amikor egy kicsit ilyen maszatos. És akkor még egy tus? És akkor még egy tus szokott. És annyi? És ez a... Ez a gála smink. Gálától a minden. Oszkárig a vacsora és a igen, hörcsögvásárlás. Okay. Igen, minden. És akkor ez is egy ilyen, ez mindig más, de általában szeretem. De így is lépsz fel? Tehát ebben a sminkben lépsz fel? Most kicsit messze vagyok, úgy érzem. Néma csönd. Mi van? Nem lett a legjobb, de... Oké. Okay. Igazából az a nagy csapd, hogy a te arcodnak tényleg minden jól áll. Tehát ezzel, hogy karamellaszínű a bőröd, vízkék a szemed, szép formájú a szád, göndör a hajad, kb. Így tök mindegy a többi. A szeplőid azok igaziak? Nem, vagy nem, az bocsánat, ezt elfelejtettem mondani. Csak itt nagyon koncentrálok. Jó, koncentrálj majd, ha befejezted. Amúgy viszonylag nagyon gyors vagyok. Nem lett ugyanolyan, de okés. Ez mindig más, ezt minden nő tudja, hogy ez sohasem sikerül ugyanúgy. Szóval a szeplőim azok nem igaziak. És ugyanezzel a ceruzával szoktam megoldani a szeplőimet, mint a számat. Ennyit szoktam csinálni, és ugyanúgy maszatolom, mint a szám szélét. Így. És akkor azok így ott vannak egész nap. Sajnos a számot azt újra kell csinálni óránként kb., de a szeplőim ott maradnak egész napra. Így. Mi a te valódi platformod egyébként? Tehát, hogyha mondjuk hagynál most mindent, tolnád a TikTokot, tolnád az Instagramot, beauty videókat, köröm videókat, hogy kell megcsinálni, a hajadat mivel kened, és az mondjuk menne egy gigát, mert egyébként szerintem kb. Azon múlna, hogy mennyire teszed oda magad, mm-hmm. vagy mennyit teszel ebbe. Mert szerintem te vagy pontosan az, aki tökéletesen alkalmas erre, és itt most arra gondolok, hogy akit szívesen néz az ember, és akitől akarja tudni, meg van tök eredeti, különleges, van egy csomó ötlete. Amúgy nagyon jól esik. Tényleg, köszönöm, már látom, hogy teljesen őszintén mondod. Teljesen őszintén mondom. És hát nagyon én. Köszönöm, mert nekem tényleg kell sokszor így egy idegen, külső embertől, aki elmondja ezt, mert néha azt teszem észre, hogy néha céltalan, tudod. Van két nagyon erős dolog, a talentum, meg az, hogy szeretek pózolgatni. És szeretsz? Igen, én mindig szerettem, kiskoromban is. Ez nem szégyen szerintem, nem. Ez egy tök csajos dolog. Mégis előadó művész lettél, szóval így belefér. Ja. És hogy van ez a két dolog, és néha így azt érzem, pont amit az elején beszéltünk a riportelen, hogy így kicsit így szétesik, tudod. De hogy na mindegy, szóval tök jó nem céltalának érezni. Utálnád, hogyha magadat. Mondjuk 3 év múlva egy nagyon-nagyon nagy követő táborral rendelkező influencer lennél, több százer követővel, iszony mennyiségű szponzorral, követelnék rajtad 2 naponta a videókat, viszont igazából az, hogy énekelsz, arra már nagyon kevesen emlékeznének, vagy kevesen vennék észre. Mm. Ezt nagyon szeretném. Annyiban... Tehát ez nem lehet egy út? Nem. Jó, nem. Akkor leszek ugyanígy ez a fele-fele arány, de nem tudom, hogy nem fog
Nem lesz ez így. De ha így lenne egyébként, akkor biztos, hogy ha így követelnék tőlem a videókat, meg több százezren követnének, akkor biztos vagyok benne, hogy azért csinálnám jól, mert akkor jönne egy olyan pont az életemben, amikor túl őszinte lennék a minden platformon, és akkor meg az őszinteségem miatt szeretnének ennyien. És ez már egy fél siker, hogy valaki a mai világban szerintem így tök mesztelen tud lenni, nem csak a színpadon, hanem akkor már az Instagramon is, vagy a social-ben. Mit szeretnél 5 év múlva? Hogy szeretnéd látni magad? Ugye azt mondtad, hogy 4 éve azt hitted, hogy készen vagy. Most félve mondod, ez most már hogy készen vagy, de mondjuk akkor 5 év múlva hol tartasz, amire azt mondod, hogy most így tök jól kiegyezel vele? Nekem az tavaly egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy nagyon sok fesztiválon ott lehettem. Ez nekem egy áttörés volt. Én azt szeretném, hogy az egy nagyon jó cél számomra, hogy minél több koncertem lehessen, minél több fesztiválon láthassam azt, hogy tavaly azon a színpadon voltam, viszont most ezen vagyok. Az egy nagyon jó dolog. Kimaxolni itthon Magyarországon azt, hogy egy híres előadó vagy, szerintem egyébként könnyű. Könnyű. Így nőként nem tudom, hogy mennyire nehéz. Most vagyok benne 3 éve. Lehet, hogy még beletelik egy 3-ba, de nem fogom feladni soha. És 5 év múlva szeretnék anyuka lenni. Nagyon sok minden érdekel. Nagyon sok minden. Úgyhogy nekem a zene az mindig a messzelenségről fog szólni, hogy ott állok a színpadon és átadom magam. Ezért szeretem egy koncert után rögtön a komfortot érezni, például otthon beburkolózni, mert annyira oda tettem magam, én úgy érzem, hogy annyira messzelen voltam a színpadon, hogy utána nekem kell az, hogy újra töltekezzek magamból, vagy az otthoni szférából. Szóval összeadódik. Sok koncertet szeretnék, sokat szeretnék gyakorolni, sokat szeretnék írni, nagyon sok albumot szeretnék csinálni, és igen. De akkor a zene? Zene. De imádok például a TikTokon vágni. Azt a részét szeretem a legjobban, a vágást, ami nagyon feltölt. Az is az én részem. Turkálót szeretnék nyitni. Tehát, hogy ilyen hogy menéseim vannak, de nem olyan ilyen hirtelen ötleteim, ez nem tavalyról indul, ez 5 éves korom óta szeretnék turkálót. Tudom, hogy egyszer majd, ha nem jön össze a zene esetleg, vagy ha összejön és nem tudom, akkor ott lesz egy kis bolt, és nem tudom, heti 2-szer ott vagyok. És ez nagyon jó, hogy vannak ilyen opciók. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.